Sok munkát ad a hideg a vadászoknak. Somogyban folyamatosan etetik az erdő állatait. Ismét benépesült Siófok, torospartival próbálták elűzni a telet a Balaton fővárosában. Szuperképesség az édesanyáknak, időgazdálkodási tréninget tartottak a kaposvári kismamáknak. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A néhány hete beköszöntött igazi tél bőven ad munkát a somogyi vadászoknak, hiszen ilyenkor sokkal nagyobb törődést igényelnek az erdő állatai, mivel kevesebb lehetőségük van saját erejükből táplálékot találni. Lengyel-Tótiban folyamatosan etetik a vadakat. Az idei telet elég jól átvészelték az erdő állata is, a vadászoknak sem kellett sokat járniuk az erdőt, ám a néhány hete beköszöntött igazi hideg bőven ad feladatot a somogyi nimródoknak. Ezért ugye naponta többször is ugye körbejárjuk mindig az összes etetőt, szóróhelyet, etetőhelyeket, és mindegyik, amelyik ugye feltöltésre szorul, azokat mindegyiket ugye föltöltjük ugye kukoricával, szénával, sóval, tört szemmel, bármi mással, amit éppen igényelnek, ugye most ilyenkor ugye a vadak. A nagyvadak számára ilyen etetőkbe teszik az élelmet, kerül bele nyalósó is, amely az ásványanyag utánpótlás szolgálja. Általában naponta egy ilyen 4-5 mázsa kukoricát, illetve 1-2 körbeáll a szénát szoktunk eletetni. Hogyha ugye keményebb hideg van, akkor ugye naponta ugye több gépjárművel, több emberrel ugye oldjuk meg az etetéseket. Erre eddig nem volt példa. A folyamatos etetés elengedhetetlen télen. Máshol ugye nem igazán talált magának ugye takarmányt, ugye ilyenkor a mezőgazdasági kultúrák szinte kiürülnek, ilyenkor ugye csak a téli etetőhelyeken találja meg a számára szükséges tápanyagot, táplálékforrást. Ugye a lakott területeken is ugye azért próbáljuk ugye minél jobban etetni őket ugye az erdőbe bent tartani, hogy ugye a lakott területeken közutaktól ugye távol tartsuk mindig a vadat. Amiatt is lényeges a vadállomány etetése, hogy jó kondícióban vészeljék át a nagy vadak a telet, hiszen az őzek már ilyenkor megkezdik az új agancs építését, amely aztán a szezonban komoly értéket jelent a vadgazdálkodóknak. Visszakerül az államhoz az önkormányzati tulajdonban lévő Balatoni Hajózási ZRT-ből egy közel 1,5 milliárd forint névértékű részvénycsomag. A tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT gyakorolhatja, derül ki a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatból. A 21 balatoni önkormányzat 2008-ban vált a Bahart 100%-os tulajdonosává. A fizetési kötelezettség miatt az elmúlt években több önkormányzat is szabadulni igyekezett részvényeitől, amelyet csak egymás között adhattak, vehettek. Siófok lelkes felvásárló volt, így a kezdeti 20%-os tulajdoni hányada már a közel 44%-ra nőtt. A kormányhatározat alapján az ingyenes átadás mellett elengedik az önkormányzatokat terhelő tőkejuttatási kötelezettséget. Ezzel részlegesen helyreáll a 2008-as részvény átruházás előtti állapot. A betyárok élete elevenedett meg a Riplőrónai Múzeumban. A somogyi betyárválasztás erőpróbáin kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek. Hamarosan megmutatjuk, milyen feladatokat kellett teljesíteni a versenyzőknek. 1,2 milliárd forintos, 100%-ban Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból teljesen megújul az egykori csokonai fogadó Kaposváron. A megyeszékhely belvárosának legendás, barokk stílusú műemlék épületében kulturális, szabadidős események befogadására alkalmas helyiségeket is kialakítanak, írja a kaposvármost.hu. Az épület mind helytörténeti, mind pedig kultúrtörténeti szempontból is jelentős. Egy itt lezajló ceremónia ihlette ugyanis Csokonai Vitéz Mihályt, a Dorottya, vagyis a Dámák diadalma Fársangon című komikus eposz megírására, és ennek tiszteletére kapta nemrégiben új elnevezését, a Dorottya ház nevet. Siófokon már megpróbálták elűzni a telet, hiszen idén is megtartották a torospartit. Az érdeklődők hagyományos disznóvágáson vehettek részt, az elfogyasztott finomságokat pedig farsangi futáson dolgozhatták le. Jó napot! Jó, hajjá! Te
Volt, aki maskarában jelentkezett a Balatoning Egyesület által először meghirdetett maszkaránra, de olyan is akadt, aki a helyszínen kapott állarcot. Hát az az igazság, hogy én már régóta futok, aztán most megpróbálom itt is. A lényeg az volt, hogy jól érezzék magukat a résztvevők. Nem szerettünk volna egy hagyományos farsangi futást szervezni, ezért a hagyományokhoz nyúltunk vissza, és így találtunk meg, hogy Somogy megyében nagy hagyománya volt régebben a századforduló környékén az asszony farsangnak. Ilyenkor a nők olyan dolgokat tehettek, mint uraik, férfi ruhába bújhattak és italozhattak is. Mindezt a siófoki torospartin is megtehették a hölgyek, no meg az urak is. Egy megtermett mangalicát is leöltek a szervezőegyesület tagjai, hogy aztán abból készüljenek a toros finomságok. A felső, ami készül bele, pecsenye. Utána hurka, kolbász, oldalas. Tehát mindent feldolgozunk, és mind helybe kisütjük, és lehet kóstolni. A perzselő hangját és a zenét időről időre a kereplőző és kolompoló mohácsi busók törték meg, akik már-már állandó vendégek a torospartin. Ezért jöttük le Szántóra nyaralomból, hogy elhozzassuk az unokámat, a busokat megnézni, és nagyon tetszett, és sokat hallott már róla, és szerettem volna élőben is megnézni, hogy milyenek. Sokan jöttek a fővárosból, de ez a fiatal anya az Egyesült Államokból érkezett. A barátom mondta, hogy itt meg fognak ölni egy disznót, mesélte a fiatal nő. És ez egy magyar szokás, kíváncsi voltam, milyen az. Először látott ilyet? Igen, ez volt az első alkalom, és nagyon meglepődtem. Helybéliek számára is érdekes volt a toros parti. Én nekem ez valahogy tökéletesen megfelel ez a millió, meg ez a feeling. Természetesen ezeknek a törekvéseknek örülök én is. Jó dolog az. Ha már van egy ilyen kincsünk, akkor éljük vele. Az egész rendezvény a siófoki szabadtéri vendéglátók és kézművesek egyesülete szervezésében jött létre. A kikötőbe, akár ugyanolyan jó időben, mint most, mindig lesétálnak az emberek, és történjen ott valami, amiről még jobban érdemes lesétálni. Természetesen nagyon pozitív, hogy idén most itt van a jégpálya is. Így még többen választották a torospartit vasárnapi programnak. Három nap múlva lejárnak a 2018-as éves és megyei autópálya matricák. Ezekkel csütörtök évfélig közlekedhetnek jogszerűen a fizetős útszakaszokon az autósok. Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója elmondta, a 2019-es matricákat az ország több mint 2000 pontján, SMS-ben, interneten, de mobil alkalmazással is könnyedén meg lehet vásárolni. Az országos, éves és a megyei matricák ára idén sem változott. Szuperképességeket kaphattak a kaposvári anyukák az Imami Egyesület jóvoltából. A kisgyermekes édesanyák számára időgazdálkodási tréninget tartottak. A képzésre nagy szükség van, hiszen az érintettek ebben az időszakban mindenütt megpróbálnak helytállni. Az idő azonban sokszor az ellenségük. Egy kisgyermeket nevelő édesanyja számára igazi kihívás lehet a hétköznapokban helytállni. Nem elég a gyermeknevelés küzdelmeit legyűrni, de mellette a család többi tagjával is foglalkozni kell, ne adj Isten saját magával, és arról ne is beszéljünk, ha még karriert is szeretne. Nehéz összeegyeztetni az anyaságot, a hagyományos ilyen női több szereppel, karrierrel, meg úgy a világ elvárásaival, és akkor a nőknél az jellemző, hogy ide is szeretnének megfelelni, meg oda is, meg mindenben a 100%-ot nyújtani, és hát ez eléggé gyorsan beleütközik az idő korlátaiba. Ezért is szervezte az Imami Egyesület az időgazdálkodási tréninget, illetve mert a látókörükben lévő nők ezt kérték. 2016-ban az Imami Egyesület megkérdezett 1500 anyukát, egy felmérést végeztek, és ebből körülbelül az anyukáknak a kétharmada azt mondta, hogy az időgazdálkodással küzd, illetve ugye ez esik nehezére. Ilyen problémákat szeretett volna megoldani a legtöbb résztvevő anyuka. Örülök neki, hogy van ilyen tréning, mert abban reménykedem, hogy jobban be tudom osztani az időmet. Két pici gyerekem van, és sok elfoglaltságom, és szeptembertől tervezem, hogy visszamegyek dolgozni, és valószínűleg akkor még kevesebb időm jut mindenre. Nem lehetetlen azonban mindent elintézni, az édesanyáknak pedig ez még általában akkor is megy, amikor ők maguk sem hiszik el, hogy sikerülni fog. Olyanok kicsit, mint a szuperhősök.
Tudjuk, hogy a szuperhősöknek is kellenek ilyen háttércsapatok, akik segítik a munkájukat, meg tényleg nem árt egy szuperképesség, vagy több is. És hát ebben segít az időgazdálkodás, hogy ezek a szuperképességek azért így előjöjjenek. Ehhez Vidi Rita tippeket és trükköket adott, szám szerint 35-öt. Az egyik ilyen a listaírás. A másik pedig, hogy változtassanak szemléletükön az anyák, mert nem kell nekik mindig mindenkinek megfelelni. Az sokkal fontosabb, hogy megtalálják az egyensúlyt és boldogok legyenek a családjukkal. Az időgazdálkodási tréninget az Imami Egyesület 6 helyszínen szervezi meg az országban, ezzel 120 nőnek lehetőséget adva arra, hogy valódi szuperhőssé váljanak. Posztumusz Vándor kiállítással emlékeznek Fonyódon a Somogyi Hírlap egykori fotográfusára, Márton Lászlóra. A tárlatot Baritz Kati fotóművész nyitotta meg, aki jó barátságot ápolt a tragikus hirtelenséggel elhunyt fotóssal. A közel 40 kép között helyet kaptak Márton László Somogyi Hírlapnak készített képei és személyes jellegű fotói is. Eddig az általa egykor polgármesterként vezetett Ordacsehiben láthatták a Vándor kiállítást, valamint legutóbb Balatonfenyvesen. A kiállítás március végéig látható a Fonyódi Feng Shui Galériában, olvasható a sonline.hu-n. Patkóhajlítás, nyakazás és cserdítés is szerepelt az első somogyi betyárválasztás feladatai között. A kaposvári Liprónai Múzeumban kicsik és nagyobbak próbálták ki, milyen is lehetett annak idején a betyáruk élete. A résztvevők és az érdeklődők érdekességeket is megtudhattak az időszakról. A nyakazás is egyike volt annak az öt feladatnak, amelyekkel bizonyíthatták a jelentkezők, hogy ők bizony kiváló betyárok lennének. Lényegében úgy kellett baltával együttéssel az almát félbevágni, hogy ne kompót legyen belőle. A patkóhajlítás volt, akinek feladta a leckét. Habár itt nem a lovak lábára kerülő patkót kellett kiegyenesíteni, a gyerekek élvezték a különleges szombat délelőttöt, új információkat is megtudtak a betyárokról. Bújdokoltak az erdőbe, és nem mindig a jó úton jártak. Teréz nagymamájával jött el a betyárválasztásra, mivel őt nagyon érdekelte, milyen lehet egy ilyen próba, de a rendezvény a felnőttek tetszését is elnyerte. Hogyha kihangsúlyozzuk, hogy ezek azért negatív hősök voltak, akkor egyetértek. Mindenképpen szükséges az, hogy milyen tárgyakat. Egyszerűen, ha látunk valamilyen régebbi tárgyat, akkor kell, hogy tudjuk, hogy az mi. Mert aztán abból alakultak ki a mai modern szerszámok. Arról, hogy a betyárok negatív vagy pozitív hősök voltak, megoszlanak a vélemények. Az biztos, hogy a somogyi betyárok arról voltak hírhettek, hogy legalább 7 megyében garázdálkodtak. Hogy szokták mondani, betyárnak senki nem született. Betyárrá lettek egy idő után. Mindazok a rendes foglalkozású emberek, akik egyébként vagy juhászok, vagy kanászok, vagy csikósok voltak, és nem tudtak elszámolni ugye a rájuk bizott nyájjal, akkor bizony bevették magukat a nagy rengetegbe, és betyárok lettek. Ezzel együtt egy romantikus kép is kialakult velük kapcsolatban, hogy amit elvettek, azt odaadták a szegényeknek. Csorgóra, sört innék, bort innék hangóra, mivel nincs hát nem iszom, részeges csavargó a neve. A különleges feladatokon kívül megismerhették az érdeklődők a betyárok öltözékét, eszközeit és nótáit is. Jogosítvány nélkül ittasan vezetett az a sofőr, akit a körzeti megbízottak szombat éjfél körül igazoltattak Ságvár külterületén. A rendőrök az intézkedés során a 33 éves nő vezetői engedélyét nem tudták elvenni, mivel azzal sohasem rendelkezett. Az egyenruhások a sofőrrel szemben az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást, az ittas járművezetés miatt pedig büntető eljárást indítottak, írja polisz.hu. Sok munkát ad a hideg a vadászoknak. Somogyban folyamatosan etetik az erdő állatait. Ismét benépesült Siófok, Toros partival próbálták elűzni a telet a Balaton fővárosában. Szuperképesség az édesanyáknak, időgazdálkodási tréninget tartottak a kaposvári kismamáknak. A megyével kapcsolatos friss információkat a Somogy TV Facebook oldalán olvashatják. Holnap már sok helyen felszakadozik a felhőzet, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!